matematika fizikával. Vendégem Jerémiás Béla tanár úr, jó estét kívánok! Egy nyugdíjas tanár vendégem van, de én inkább úgy mondom, hogy hát ha nem is tanárom, de egy általam tisztelt olyan tanár, aki Kiskunhalason 48 évet tanított. Pontosan mettől meddig? 1953. október 1-től. Akkor szereltem le. Mert abban az időben mi az egyetemen hát ilyen tartalékos tiszti képzést kaptunk. Úgyhogy mint alhadnagy szereltem le október 1-én 1953. Ön abba a gimnáziumba és abba a városba került visszatanítani, ahol végül is felnövekedett, ahol érettségizett. Milyen érzés volt ez akkor? Nem könnyű. Nem könnyű azokkal a tanárokkal együtt dolgozni, akik tanáraim voltak. És édesapjával is. És még az külön. Van erről egy fényképünk, tudnélik. Amikor én gimnáziumba járt, akkor az még a, úgymond a régi világ volt, édesapja cserkészparancsnok volt, és utána pedig, amiből ő már visszakerült, az már egy úgymond új rendszer, népi demokrácia. Volt ez, jelentett ez törést az ön életében? Hát, mit mondjak erre? Hát valamit természetesen, mert ez egy kicsit más volt a gimnázium. És nagyon nehéz volt nekem beilleszkedni. Az első 3 év az különösen nehéz volt, és ez mutatta az is, hogy 1956. júniusában az akkori igazgatóm felolvasta, hogy áthelyeztek népgazdasági érdekből a Kiskunfélegyházi tanítóképzőbe. Közben kicsit a képet nézve édesapját látjuk, Jerémiás Lajos, aki cserkész parancsnok volt. Ezekről a dolgokról 53-ban nem is volt szabad már beszélni? Tehát úgy, nem volt téma. Vagy nem volt téma. Tudnélik, 49-ben azt hiszem megszűnt a cserkészet. És át kellett adni a cserkész csapat vagyonát az úttörőknek. És itt már az a tanári kar, ahol ön volt tanáraival is együtt tanított. Ez feszélyező volt önnek, vagy nehéz? Hogy lehetne ezt megfogalmazni? Nem volt könnyű, mert elég fiatal voltam, és ez egy középkorú tantestület volt, ahova beléptem. Tehát általában közép, vagy pedig idősebb korúak voltak. Említette, hogy 56-ban nehézségei voltak, nem a forradalom miatt, hanem csak úgy véletlenül. Milyen nehézségek voltak ezek? Hát valahogy nehezen jöttem ki az akkori iskola vezetéssel. És azt hiszem, hogy ez volt az oka annak, hogy majdnem átkerültem Félegyházára, de aztán mégse jött ki a áthelyezésem. Látunk, és akkor maradtam itt. Látunk itt egy fiúosztályképet. Mennyire volt ez jellemző, hogy akkoriban nemenként elkülönítés történt a gimnáziumban? Hát ez jellemző volt. Sőt, még a 60-as években is volt. Volt egy fiúosztályom, ahol osztályfőnök is voltam, és a saját öcsém is oda járt. Ez véletlen történt így, vagy valaki így szerette volna? Ez, igen. Anyám szerette. És ön? És én nem. És én mondtam neki, hogy ez nonsense, ezt nem szabad, ez neki is kellemetlen, nekem is kellemetlen, és néha voltak apróbb dolgok, ami hát ezt mutatta is. Tehát a családi ebédek nem mindig voltak harmonikusak a hétvégén? De hát azért lehettek. Ottan nem volt erről nagyon szó. Nem jött elő. Nem jött elő. Ebédeknél meg pláne. Aztán megjelentek a fiú és a lány közös osztályt mellett a koedukált osztályok. Ez önnek, mint tanárnak. Azért kérdezem így, mert az én generációm már nem tudja, hogy milyen ez, kivétel, aki esetleg piarista gimnáziumba járt Kecskemétre. Tehát önnek, mint tanárnak ez mit jelentett? Váltani kellett módszertanban, fegyelmezésben, vagy minden maradt a régiben? Nem jelentett. Nekem például semmi problémát nem jelentett. Tehát a matematika az matematika maradt? Így van. A színusztétel az egyformán mindenütt ugyanaz. Ezek az 50-es évek, hát az én korosztályomnak inkább a szigorúságáról ismertek, a 60-as évek már a rock zenekarok megjelenése, a 70-es évek a diszkó. Hogy jelenik meg ez egy tanár előtt? Tehát a gyerekeknek a mentalitása, viselkedése, hangulata, érzette ön olyat, hogy váltani kell, vagy ezek már más gyerekek? Volt-e ilyen érzése? Nem, az természetes volt. Na, természetesen ment át egyik változatból a másik változatba.
Tehát mind osztályfőnök, mindig el tudta fogadni. Persze. Vannak-e történetei, amik úgy vidámak, hangulatosak, és amiket úgy mondjuk, ha összejönnek többen, akkor mesélgetnek egymást? Hát azok vannak, bőven, mert ugye hát sok év telt el. Azt mondanám el hirtelen, hogy ugye 10 éves voltam, amikor beléptem a gimnáziumba. 1940-ben. Második egyházi énekóra. Dr. Szőke László az énektanár, és az első órán azt adta föl feladatul, hogy a Zsoltárt mindenki borítsa be. Hát ez református egyházi énekóra volt. Tehát a könyvet magát, a Zsoltáros könyvet. Be kell borítani. És akkor jött a második óra, bejött, egy kicsit rossz kedvű volt, mert 6. óra volt, gondolom éhes volt, nem ebédelt még. És az első padba ültem, és a második voltam, és odaáll a legszélső tanuló elé. És mondja, hogy Gábor, miért nincs befedve a Zsoltárod? Gábor föláll, jobb kézzel kap egy akkora pofont, hogy rám dűlt. És én kinézek a diáktársam alól, és látom, hogy az enyém sincs. Akkor szépen tovább lép, rebontakozik rólam a Gábor, megáll előttem, és akkor láttam, hogy nagyon gondolkozik a Laci bácsi. Tudilik, a családjaink nagyon jó kapcsolatban voltak, és összejártunk, és itt tovább, és azok kívül apám idős tanár volt, ő pedig akkor fiatalonként került ide, akkor még fiatal tanár volt. Nagyon gondolkozott, és egyszer csak azt mondja, meglepetésemre, vártam a pofont, tiédet be se kell csomagolni, mert bőrbe van kötve. És tovább lépett. Na, azonnal láttam, hogy azért abszolút igazság nincs. Ha már ilyen régi tanári anekdóták, akkor itt bemondtam a hírekbe, hogy Friedrich Lajos emlékére is tartanak most szombaton a gimnáziumban egy konferenciát 14 órától. Ön tanított ezzel az akkor már idős mérnök tanárral. Igen. Milyen bácsi volt ő? Ó, nagyon rendes volt. Ő nem volt képzett pedagógus, mert a műegyetemet végezte, gépészmérnök volt, de megvolt az az adottsága, hogy nevelni hogyan kell. És nagyon tudott bánni a gyerekekkel. Kellő eréllyel. Például a fizika terem előtt várták ugye a tanárt, szép lassan ballagott a Lajos bácsi, és nagyon nem szerette, amikor neki dűltek a gyerekek a falnak. Igen. Akkor oda ballagott az egyikhez, aki éppen neki dűlt, megemelte, megtörölte a gyerekkel a falat, és azt mondja, látod, ezért ne dűj neki a falnak. Tehát ilyen volt. És nagyon tiszteltük. És volt neki egy mondata, amit nekem a műsor előtt elmondott. Ja, egyszer mondta, hogy te, amióta öregszem, egyre jobban érzem, hogy milyen keveset tudok. Ez nagy szerénységre val, és a Lajos bácsi ilyen volt. Akkor ezzel a gondolattal zárjuk a mai műsort, aminek apropója az volt, hogy nyugdíjas tanárok, óvónők, tanítók találkoznak a kertvárosban, az iskolában, holnap 16 órakor. Így köszönöm meg vendégemnek is, hogy itt volt a stúdióban. Kedves nézőink, Kulturkép legközelebb, egy hét múlva, csütörtök este 7:30-kor, viszontlátásra!